Vasvári Csabának hívnak, Vilfor főügyész szerepét játszom a Monte Cristo grófjában. Kedvenc jelenetem természetesen az, amiben én magam benne vagyok, de hát az összes többi nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó a zene, és hát nagyon-nagyon tehetséges, jó hangú kollégákkal énekelek együtt abban a jelenetben, amit, ami ugye az én számom, a Vilfornak a száma, abban a Gulyás Attilával, aki az Ifjú Edmondánt ezt játsza, vele éneklek egy duettet. Énekelni a szövegét, nagyon, szerintem egy nagyon jó, jó előadás. Itt a Ramban a közönség meg egészen remek. Alig akarnak hazaengedni általában a végén bennünket, úgyhogy nagy élmény itt játszani. Kihívás nekem ez a szerep, mert azt gondolom, hogy 22 évesen egy ilyen stílű szerepet eljátszani, tehát tényleg aminek ilyen szerepíve van is, és olyan drámai pillanatai, amit szerintem ennyi évesen még az ember nem igazából tapasztalnak. Tehát például van egy kedvenc jelenetem, ami egyébként a próbaidőszak folyamán nagyon nehéznek tűnt, és azt mondtam, hogy fú, csak ezen legyen túl, és ezt éljen túl, ezt a jelenetet, és ezt, hogy ez hogy legyen hiteles, és hogy legyen jó, hogy a közönség ugye szeresse, hogy tudják úgy nézni a darabot, mint egy filmet. Mint hogyha egy filmet, filmbe legyen a szemük előtt, és mint egy filmet. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen kaliberű szerepet eljátszottam. Legelőször is a nevemet mondanám meg, Szőke Pál vagyok, színművész, a Békés Csabai Jókai Színháznak a tagja. Most nekem itt van három kisebb jelenetem, és mind a három szerencsére valamilyen módon egy picit előrébb viszi a darabot, és mindig a csúcspontnál van, tehát nem tudok válaszolni, mindegyiket egyformát szeretem, mert mindegyik nagyon jó. Öreg mestered utolsó szavaira, ha meghalok, zsákba varnak, hogy abba dobjanak le a tengerbe. De ez csak éjszaka tehetik. Addig a test a zsákból itt marad a cellában. Nem, elégszer láttam már. Ami különösen érdekes, hogy ezen a darabon készítjük ezt az interjút, ami számomra azért nagyon jó, mert hiszem ez a romantikának az egyik kiemelkedő alkotása, és ebben a keszekusza világban, amiben mi most él valamennyien az egész világon, végre romantikus darabot játszhatok, olyat, amiben a jó, az igaz, a szép, az győz.
mert ilyeneket ma már nem igen látunk a világban, az életben elsősorban, bár látnánk. Így aztán ez dupla öröm, hogy itt ezt játszhatjuk, ráadásul egy ilyen nagyon-nagyon szép színházban. Meg kell mondjam, amikor a nevét, bár én pesti vagyok, de amikor a nevét hallottam ennek az intézménynek, nem tudtam, hogy miről van szó. És azt mondtam magam, hogy na a franc, meg egy művelődési házba fogunk játszani. Ezt tudni kell, hogy az első diplomám szerint népművelő tanár vagyok. De akkor is azt mondom, hogy egy művelődési házba egy ilyen kivitelő darab az nem igazán mutatná, és legnagyobb megdöbbenésemre itt egy nagyszerű színházat találtunk ragyogó közönséggel. És ami fontos, azt hallom, hogy a jegyek eladásánál bizony ez a darab az első között van. Szabad a tánc, szabad az egy éjszakásunk.